Mióta működik itt Kiskörösön a vízilabda sportág? Hát 2017. szeptemberében keresett meg engem Lehoczky Norbi, régi barátom, és ő kért meg arra, hogy ha volna kedvem és lehetőségem, és látnék benne fantáziát, akkor foglalkozom a kiskörösi vízilabdás palántákkal is. És hát ugye nem véletlen kerültél ide, nem véletlen téged keresett meg Norbit, egy kicsit a vízilabdás úszós előéletedről. Hát én 63-ban születtem, és én a Kecskeméti úszodának a megnyitóján már ott voltam tulajdonképpen, mint kisgyerek, és én ott tanultam meg úszni, 5 évig úszva voltam, én azóta tulajdonképpen vízilabdázom. Több évig játszottam első osztályban, játszottam külföldön is, OB1-be, OB2-be, hát most már OB1-B-nek hívják, ami régen OB2-A volt, és hát egy 11-nány évet edzősködtem is. Kecskeméten az alakuló sportiskolának én voltam 5 évig a vezetőedzője, és hát előtte is még volt egy jó pár éve, amikor edzősködtem. Itt Kiskörösön mennyi gyerek van most a kezeid alatt? Hát ez változó, mert most alakultunk nagyon, úgyhogy megmondom őszintén, hogy 6 gyerekkel kezdtünk, és hát most járunk 10-nél, de hát jönnek szépen lassan jönnek, most már voltunk a Bemiskolában is toborzón, onnan is már jönnek a srácok, és hát nagy reményeket fűzök az ügybe, hogy a nyáron szeretnénk egy vízilabda tábort is csinálni itt a Zuszoda strand területén, ami gondolom vonzaná a kiskörösi gyerekeket is. Gondolom itt azért a kiskörösi úszodában adottak a lehetőségek arra, hogy teljesen jól felépített, megszerkesztett edzéseket tarts a gyerkőcöknek. Hát a vízilabdára, a tényleges vízilabdára ez a medence ez tulajdonképpen olyan szinten nem alkalmas, hogy mérkőzést játszunk, de arra, hogy ezeket a gyerekeket felkészítsük arra, hogy egy későbbiek folyamán polgármester úr egyeztetett lehetőség szerint talán egyszer a közeljövőben épül egy nagyobb medence, ami vízilabdára is alkalmas, akkor igen. Hogyan épül fel egy vízilabda edzés? Hát a srácok, illetve van 2 lány, 3 lány is van közöttünk, ők az iskolából jönnek, ők már azért elég le vannak fárasztva szellemileg, ezért tulajdonképpen általában egy frissítő bemelegítést csinálunk, ami hát nem egy olyan melegítés, ami a OB1-es csapatnál szükség lenne nyilvánvalóan. Utána egy olyan fél óra, 3-4 órás úszás van, utána labdázunk, és a végén bekerülnek, tehát passzolunk, alapvető dolgokat gyakorlunk, mert az alapoktól kezdtük az egészet. Tehát a fél óra, 3-4 úszásnak is a fele tulajdonképpen azzal telik a társaság egy bizonyos részénél, hogy az úszás oktatást, tehát megpróbálom őket olyan szinten hozni úszásban, ami hát alkalmasá teszi őket a későbbi játékra.